estét kívánok, sziasztok! Külön köszöntelek benneteket, kedves gólyák, akik az idén kezditek meg egyetemi tanulmányaitokat. A nyári szünet után első alkalommal jelentkezünk az Universitas Televízió műsorával, révén, hogy az őszi szemeszter az elmúlt héten vette hivatalosan kezdetét a Városi Sportcsarnokban rendezett tanévnyitó ünnepségem. A Janus Pannonius Tudományegyetem és a Pécsi Orvostudományi Egyetem közös tanévnyitó ünnepségén dr. Tóth József, a Janus Pannonius Tudományegyetem rektora, dr. Bejei Árpád, a Pécsi Orvostudományi Egyetem rektora, valamint Göncz Árpád köztársasági elnök köszöntötte a vendégeket. Göncz Árpád köszöntő beszédében hangsúlyozta a magyar oktatás és felsőoktatás helyzetének pozitívumait. Kérdésünkre, hogy a költségtérítéses képzés beindítása mit jelent az egyetemi oktatás szempontjából, a következőket mondta. Mindegyik egyetemen ketté válik a kettő. Egyrészt a nappali alapképzés az a fiatalok számára van, és a fizetett szakmai képzés, szűkebben vett szakmai képzés, amelyik egy-egy részterületet foglal be, az azok számára van, akik már keresnek, és szeretnék a maguk szakmájában hasznosíthatni az így kifizetődő tudást. Megfizetik. Az megy el oda, aki meg tudja fizetni. Magyar Bálint művelődési és közoktatási miniszter Pécsváros vendége volt. Látogatása során a régió felsőoktatási intézményeinek vezetőivel találkozott. Ennek a beszélgetésnek egyik központi témája volt az integráció. Mennyiben változtatja meg a hagyományos egyetemi univerzitás képet? A felsőoktatásban is egy hatalmas verseny folyik, és miközben az állami szerepvállalás nagy marad, és a jövőben is nagy marad, a piaci verseny eleme is megjelennek. Pécs nagyon nagy lehetőségekkel rendelkezik, amelyek úgy tűnnek, hogy nincsenek még kihasználva, ami egy egységes nagy egyetem megjelenését illeti. Mintha Debrecen és Szeged éppen az adott pillanatban kicsit előrébb járna. Én azt hiszem, hogy ez nem szükségszerű, hogy így legyen, hiszen Pécs minden adottsággal rendelkezik, és azt hiszem, hogy a új egyetemi vezetés, illetve a új egyetemi vezetések, azok komolyan veszik azt, hogy érdemes összefogni. Annál is inkább, mert a világbanki kölcsön, amely feltehetően a jövő évben megnyílik, alapvetően az integrációkat támogatja. Az összes hallgatói juttatás mintegy 3 milliárd forinttal nő az elkövetkező évben, 9,7-ről mintegy 12,7-12,8 milliárd forintra. Ennek mintegy felét viszi el a hallgatói létszám bővülés, ami egy örvendetes jelenség, hogy nő a hallgatói létszám, de ez azt jelenti, hogy határt szab annak is, az egy hallgatóra jutó támogatás hogyan emelkedhet. Jövőre a jelenlegi állapotok szerint úgy tűnik, hogy csak 5000 forinttal lehet a 65000 forintos hallgatói támogatást növelni, de ennél is fontosabbnak érzem a lakhatási támogatás bevezetését, amire sajnos úgy tűnik, hogy csak jövő szeptembertől van lehetőség, de ez azt jelenti, hogy attól kezdve működik. Ez havi 3000 forintot jelentene azon hallgatók számára, akik nem a lakhelyükön tanulnak, de ugyanakkor kollégiumi ellátáshoz nem jutnak. Egy igazságtalanságot próbálunk ezzel orvosolni, hiszen havi 2600 forinttal támogatunk minden kollégistát közvetve a kollégiumi helyek fenntartásán keresztül, és akik kollégiumokban nem jutottak be, ezzel most nem rendelkeznek. Miután bővül jelentősen, abszolút számban is a felsőoktatásban tanulóknak a száma, ez azt jelenti, hogy folyamatosan csökken a kollégiumban lakók aránya, annak ellenére, hogy a kollégiumi ellátás abszolút számokban nő, de 47%-ról 32%-ra csökkent a kollégiumban lakók száma. Ez nagyon kiéleszti azt a problémát, hogy mi van azokkal a diákokkal, akik nem a lakhelyükön tanulnak, de kollégiumi ellátásuk sincsen. Ezért sürgető probléma volt, hogy ha nem is januártól, de legalább szeptembertől a jelenlegi tervek szerint be tudjon indulni a lakhatási támogatás. 1997. szeptember 11-e és 12-e között rendezte meg a Janus Pannonius Tudományegyetem a szenátusi ülést. A helyszín Balatonlelle. S hogy mi is a szenátusi ülés? A szenátus az egyetem egyik legfontosabb döntéshozó szerve, minden lényeges kérdésben a szenátus dönt, például a költségvetés elfogadása, költségvetés módosítása, az oktatási rendek kialakítása, hallgatói létszámkeretek megállapítása. A szenátusnak vannak hivatalból tagjai, ezek a rektor, a dékánok, illetve az előző rektor, a többi tagok azok választott tagok, karonként választanak 3 tagot az egyetemi tanárok és a docensek közül, illetve 1 tagot a tanársegédek és az adjunktusok közül. Ez a megbízatás általában 4 évre szól, és titkos választással történik, először jelöléssel, utána pedig összoktatóin választják ki a tagokat.
A szenátusi ülés egyik fontos témája a műszaki fejlesztéssel kapcsolatos. Összefoglalná néhány mondatban koncepcióját? Alapkoncepcióm nekem legalábbis az, hogy minél szélesebb nyilvánosság elé kerüljenek ezek az ügyek, hiszen így lehet védekezni, és mondjuk a közbeszerzési törvénynek a szellemében így lehet dolgozni. Ezek a koncepcióm az is, hogy nem csak rövid távon kell gondolkozni az egyetemnek, hanem hosszú távon is, hiszen a várossal egyeztetni kell, akár 50 évről van szó, akár 1-2 éves elképzelésről, mert azokat a területeket, amelyeket az egyetem elképzeléseiben szerepelnek, azok a területek, azokat a város rendezési terveiben is meg kell jelentetni valamiképpen. Jelenleg az egyetemnek milyen más külföldi egyetemekkel van kapcsolata, illetve kikkel tervezik, hogy felveszik a kapcsolatot? Szerződések alapján egyetemünknek nagyon sok egyetemmel kapcsolata van. Gyakorlatilag számos nyugat-európai egyetemmel tartjuk a kapcsolatot, és az utóbbi években azért a környező országok egyetemeivel, különböző szervezeteivel is próbáltunk szerződéses kapcsolatba lépni. Az egyik feladatunk talán most a közeljövőben az, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk a körülöttünk lévő országok vagy népek erőfeszítéseinek és nemzetközi kapcsolatokat ezen a téren is építhessük tovább. Gyakorlatilag a mostani Erasmus program kapcsán úgymond szabad a pálya, tehát nagyon sok szakterületen bátorítjuk a hallgatókat és az oktatókat, hogy kétoldalú szerződésekkel felvegyék azokat a kapcsolatokat, amiket majd hosszú távon, tehát az elkövetkezendő 5 évben a Tempus utódaként majd folytatni lehet. Ez egy olyan program, amelyben a kormányzatunk is vállalt felelősséget, világbanki kölcsönnel a következő években segíti annak a finanszírozását, hogy az európai közösség tagállamaiban lévő egyetemekkel közösen is lehessenek programjaink. Az a diák, aki valamilyen ösztöndíjat szeretne megnyerni, kihez fordulhat? Azt hiszem örömmel mondhatom, hogy ennek eléggé jól megszervezett háttere van. Elsőként említeném az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Külügyi Bizottságát, amely naprakész állapotban ébren tartja azokat a pályázati lehetőségeket, amelyek a diákok számára nyitottak, vagy lehetőségekként megjelennek. A másik ilyen támpont az Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok osztálya, ahol egy nagyon fiatal és dinamikus csoport lényeges feladatának tekinti azt is, hogy az odaérkező fiataloknak, hallgatóknak felvilágosítást adjon, de ugyanúgy természetesen az oktatóik, az egyetem oktatói számára is ugyanazokat a lehetőségeket megvilágítják. Kezdődik az új fél év, az új tanév, és jönnek a gólyák. A tavalyihoz képest többen, kevesebben jelentkeztek-e? Milyenek az arányszámok idénre? Igen, hát közel 10 000 hallgató jelentkezett a JPTR-re. Természetesen volt, aki első helyen jelölte meg az egyetemünket, második és harmadik helyen. Hogy egész pontos adatot mondjak, 9776 jelentkezés érkezett hozzánk a 2256 meghirdetett és államilag finanszírozott helyre. Ezen túl 63 hallgatói helyünk volt az úgynevezett önköltséges nappalis képzésekre. Mi a különbség az önköltséges, illetve az államilag finanszírozott hallgatói képzés között? Hát még annyit hozzátennénk itt az adatokhoz, hogy 2254 gólyánk van, tehát ennyit vettünk fel, és 63 önköltséges hallgatót. A kettő közt az a különbség, hogy az államilag finanszírozott hallgatóra az állami költségvetésen biztosítanak egy a szaktól függő mértékű normát, tehát egy bizonyos pénzösszeget egy évben az egyetem számára, amely persze az oktatási költségen túl nagyon sok mindent is tartalmaz. A önköltséges képzésre felvett hallgatók pedig e normához mérten a mi egyetemünkön kevesebbet, de mindenképpen képzési költségük egy részét saját pénzből fedezik. Nulladévesek akkor az önköltséges kategóriába tartoznak. Hol indult idén nulladéves képzés?
Nullévfolyamos képzést évek óta indít a jogi kar, és a természettudományi kar is. A lényege a dolognak az, hogy azok a hallgatók, akik a felvételi pontszámot nem érték el, de megfelelő minősítést kaptak, sanszú van arra, hogy egy nulladik évfolyamon tanuljanak. Ennek a nulladik évfolyamnak a tematikája részben hasonlít az első év tematikájához, és valaki ezt eredményesen fejezi be. Az, hogy mit jelent az, hogy eredményesen, különböző vizsgákat kell letenni, és mondjuk egy 80%-os szintet teljesíteni, akkor felvételt nyer, tehát e jogon, a nulladik évfolyam jogán felvételt nyer, és folytathatja első éven jövő szeptemberben a tanulmányait. Néhány tárgyat, amiből vizsgát tett, és olyan eredménnyel tett vizsgát, azt beszámítják neki, tehát ennyivel könnyebb lesz. Gazdaságilag mennyire stabil az egyetemünk, és hogy hogyan nézhetünk ennek az évnek elébe? De én azt mondhatom, hogy az egyetem ugyanolyan stabil, mint amilyen gazdaságilag, mint amilyen stabil volt 1997 első fél évében. Sőt, ritka pillanat az egyetem életében az, hogy 199 millió forint plusz költségvetési támogatást kapott. Ez tulajdonképpen a normatív finanszírozás keretén belül az új normatíva alapján kapta az egyetem. A holnapi szenátusi ülés dönt ennek a felosztásáról, mennyi lesz ebből a képzési normatíva, mennyit fordítunk létesítmény fenntartásra, és nem látok semmiféle olyan okot, hogy aggódnunk kellene, hogy itt akár a 97 második fél évében az előzőköz képest valami lényeges változás történne. A kollégium, ami már olyan régen emlegetett téma, mikorra készül el előre láthatólag? Hát az egyetem megkötötte a szerződést a pályázatot nyert kivitelezővel. Ő szerződésben november 30-ára vállalta a befejezést. Mi nagyon reméljük, hogy befejezi. A szerződésbe vállalt kötelezettsége szerint, tehát ütemesen halad. Talán a múlt héten voltunk helyszíni bejáráson, semmi olyan probléma nem merült fel, ami esetleg mondjuk azt jelezné, hogy november 30-ára nem fejeződik be. Az 1997-98-as tanév új rektori vezetéssel indul. Mik azok a főbb szempontok, amelyek ezt a vezetést irányítják? Elsősorban az, hogy nyilvánosság előtt szeretnénk mindent tenni. Megkérdezni mindenkit, akit csak lehet a demokrácia szabályai szerint, hogy mit tervez, mit akar, mit lát jónak. Mindezen információkat összegyűjtve szeretnénk döntést hozni, és a döntést megvalósítani. Ennek kialakult formái vannak, intézményrendszere van, mind a szenátust illetően, azon belül mind az oktatókat, mind pedig a diákokat illetően. Ezt szeretnénk csinálni, és szolgálni szeretnénk. Mik azok a fő problémák, amelyek legsürgősebben orvosolandók? Rengeteg ilyen problémánk van. Hát először is félbe van egy csomó dolog. Soha nem úgy van, hogy egy régi vezetés befejezett művet ad át, mindig félbe marad, mi is majd úgy fogjuk annak idején átadni, az ideje eljön. Tehát be kell fejeznünk dolgokat, újakat kell kezdenünk. Biztosítanunk kell a folyamatosságot, ugyanakkor biztosítanunk kell bizonyos változás lehetőségét is, hiszen valószínűleg azért választottak bennünket, mert valami változást is szeretnének. Tehát ezt is, a kettőt együtt, úgyhogy közben a hajó ne süllyedjen el. Mik tartoznak ide konkrétan? Szeretnénk minőség biztosítást csinálni. Tehát minél jobban a munkánkat, úgyhogy ezzel kapcsolatos akkreditációs ítéletek pozitívak legyenek. Az, hogy azt szeretnénk, hogy ennek az egyetemnek a közvetlen környezetben kivívott rangja emelkedjék, nőjön. A nemzetközi rangunk, szintúgy elismertségünk szerte a világban nőjön. Hallgatóink minél nagyobb számban juthassanak ki külföldre, vethessék össze, hogy mit érünk mi a nemzetközi versenyben. Hiszen egy-két év és az európai intézményrendszeren belülre kerülünk. Ez istentelen nagy kihívás, és fantasztikus nagy lehetőség a fiatal generáció számára,
amelynek tagjai már több nyelvet beszélnek, szinte számítógépen születtek, és kell, hogy megismerjék mindazt, amit úgy nevezünk, hogy Európa. És még egy, ezt úgy kell tegyék, hogy közben magyarok is maradjanak. Ha az egyetem ebben tud segíteni, már pedig hitem szerint tud, akkor nyertünk. A Janus Pannonius Tudomány Egyetem idegennyelvi titkársága az Európa Unió egységes nyelvvizsgarendszerének kidolgozásával kapcsolatos konzorciumát tartotta, melyen a magyar képviselők mellett öt ország vendégei vettek részt. Mit jelent az ECL nyelvvizsga, minek a rövidítése ez? Az Európai Uniós tagállamok 1989-ben egy konzorciumot hoztak létre, abból a célból, hogy az Európai Uniós tagállamok nyelvéből egy egységes elvekre épülő nyelvvizsgarendszert dolgozzanak ki. Tulajdonképpen ennek a konzorciumnak van egy angol nyelvű elnevezés, és ennek a betörövidítése az ECL. Milyen az érdeklődés Magyarországon az Európai Unió típusú nyelvvizsgákra? Magyarországon 1993 óta lehet ezeket a nyelvvizsgákat letenni, kezdetben németből és angolból, ma már további két nyelvből, olaszból és magyarból. Tudnék, a magyar, mint idegen nyelv, bekerült az Európai Uniós nyelvvizsgák közé közreműködésünkkel, tehát magyarból is készülnek már tesztek, és miután olaszból is elkészültek a mintatesztek, majd a vizsgák lefutottak, olaszból is vizsgázhatnak ma már a jelöltek. Az a diplomás fiatal, aki rendelkezik egy ilyen típusú nyelvvizsgával, helyzeti előnyben van-e akkor, amikor az Európai Uniós tagállamokban keres állást? Én úgy érzem, hogy egyrészt az Európai Uniós tagállamokban, másrészt itt Magyarországon is, hiszen Magyarországon több felsőoktatási intézmény már is a magyar állami nyelvvizsgával egyenértékűnek ismeri el az Európai Uniós nyelvvizsgákat. Nem csak a mi egyetemünk, hanem a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem és egy sor főiskola is. Azoknak az intézményeknek a száma, akik ezt a bizonyos azonosságot, egyenértékűséget elismerik, folyamatosan nő. Eddig Magyarországon három helyen lehetett letenni az Európai Uniós nyelvvizsgákat, Pécset, Budapesten, illetve a Debreceni Nyári Egyetemnél. Jelenleg is, és a konzorcium fogja most tárgyalni majd ezeket az előterjesztéseket, további öt intézmény kérte, hogy Európai Uniós nyelvvizsgákat bonyolíthasson. Pécset további elképzelésünk van, az eddig vizsgáztatott négy nyelv mellé szeretnénk egy ötödiket is fölvenni, ez pedig a spanyol. Idén szeptember első hetében különösen sok gólyával találkozhattak a balatongyöröki lakók. Ezeknek a gólyáknak különös ismertetőjele, hogy nem tudnak repülni és nincsen hosszú csőrük, mert hogy ők a közgazdaságtudományi kar első éves hallgatói. Elsősorban az a szempont alapján állítottuk össze, hogy az elsősök megismerjék egymást, találkozzanak egymással, és minden jobban kialakuljon az egységes szellem, ami alapján az öt évig együtt fognak lenni, és az egyetemben egymásra lesznek utalva, bármiféle problémájuk, bajuk lesz, mint például a tételek megszerzésétől kezdve egészen a jegyzetek beszerzéséig. Tehát csak az volt az elsődleges szempont, hogy jól érzik magukat egyrészt, másrészt meg, hogy szokják egymást, és milyen itt megszokják egymást, ne csak az egyetemen. Na most a 250-ből 220 elsős el is jött, úgyhogy nagyon nagy a részvételi arány. Tulajdonképpen majdnem azt tudom mondani, hogy csak az nincs itt, aki nem akart nagyon eljönni, de hát ilyen nagyon kevés van. A szenyorok mind kizárólag másodévesek, ez hagyomány, hogy másodévesek közül volt elsősökből választjuk ki a szenyorokat, szenyoritákat, és a főszervezők is elsősorban másodévesek. Hideg a sör, szinte égeti a torkom egy ilyen nyáron, csak a hülye marad otthon. Beülök a kocsiba, gördül a hátam, feszítek, mint a fogalú. Az a célom, hogy minél jobban összehozzam a bandámat. Tavaly az én szenyorom próbált ugyanezt nagyon nagy sikerrel. Itt vannak az akkori csoporttársaim is, nagyon sokat segítenek nekem ebbe. És úgy érzem, hogy egyre jobbak leszünk, de ez kellene azok is, hogy itt szerencsénk legyen és hogy nyerjünk. Szerintem nagyon jó arra, hogy megismerjük egymást, mind csoporttársakat, mind az évfolyamtársakat, és közösen később bulikat, programokat szervezhessünk. Még soha életemben nem voltam ilyen jó.
nyugodni tér, és lassan leszáll az este. Izgató a bikinistányok gyönyörű test. Megköszönöm nézőink figyelmét, két hét múlva ismét találkozunk. Viszontlátásra, sziasztok!